A közös agrárpolitika jövőjéről tartottak online fórumot szabolcsi gazdáknak csütörtök délután. Ebben elhangzott, hogy 2018. júniusában döntött az Európai Bizottság a közös agrárpolitikai reformról, az Európai Zöld Megállapodás 2019. decemberében életbe is lépett. Eszerint 2030-ig a növényvédőszer használatot 50%-os mértékig, a műtrágya felhasználást 20%-kal, az antibiotikum felhasználást az állatvilágban pedig 50%-kal kell csökkenteni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatosan zajlanak. Jakab István, a Magosz elnöke azonban rámutatott néhány problémára. A mezőgazdasági termelés az EU-ban 12%-kal csökkenne, az árak 17%-kal nőnének. Az EU-s import 2%-kal nőne, még az export 20%-kal csökkenne. A gazdák bevételei 16%-kal, még a GDP 71 milliárd dollárral csökkenne uniós szinten. A zöld megállapodás szabályai csak az uniós gazdákra vonatkoznának. A 2021-2028-ra vonatkozó döntések nem születtek meg az elmúlt fél évben, ezért a támogatások lényegi változása csak 2023-tól várható, addig két átmeneti évre számolhatnak a gazdák. Ebben az időszakban a vidékfejlesztési program segít majd nekik. A magyar kormány egy nagyon határozott döntést hozott, amely szerint az eddig 17,5%-os nemzeti részt, a nemzeti társfinanszírozást 80%-ra emeli. Ez azt jelenti, hogy most a 2021 és 22-es évben még a régi szabályok szerint, de már az új megemelt büdzséből tudunk gazdálkodni. Ebből a szabolcsi gazdák is részesülhetnek, amennyiben egyszerű és korszerű új ültetvények kialakítására pályáznak. Ehhez érdemes figyelembe venni a klímaváltozást, a piaci igényeket és a termesztés technológiát is, hogy növelhessék a versenyképességüket. A fiatal gazdáknak járó támogatás, a termeléshez kötött támogatások is megmaradnak a következő ciklusban, ahogy az átmeneti nemzeti támogatások is. 2027-ig összesen 7537 milliárd forintnyi támogatási keret áll rendelkezésre. A pályázati felhívásoknak a részletes szabályait mi is most készítjük el, részben azért, mert ugye fél éve még nem is tudtuk azt, hogy ilyen források állnak rendelkezésünkre, részben pedig azért, mert nekünk is a vidékfejlesztési programot is adott esetben módosítani kell, és az Európai Bizottsággal is különböző finom hangolásokat kell végeznünk, hogy bizonyos dolgokat tudjunk támogatni, vagy még jobban, nagyobb volumenben tudjunk támogatni. Részben pedig ugye vannak olyan ágazati igények, amelyek vagy nem voltak 3-4 évvel ezelőtt vagy megváltoztak, és a pályázati felhívásainkban mind az érdekképviseleti szervekkel, mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, de a társadalmi esítési folyamatban gyakorlatilag bármely magyar állampolgárnak a véleményét figyelembe véve alakítjuk ezen pályázati felhívásainkat. A vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a pályázatok a legkülönbözőbb területeket célozzák majd meg. Élelmiszeripari fejlesztésekre, gépekre és egyéb eszközökre, de komplex fejlesztésekre is nyílnak lehetőségek. Tervben van az állattartó telepi fejlesztés újranyitása és gomba előállítási üzemek támogatása is.